Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet magasba. Kezdjük is a Mester 3-assal, lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még újjanak, ajánlom, hogy olvass el a videókat, a leírás, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Többek között azt is, hogy kezdőknek, kripto befektetőknek, Bitcoin hírek, kereskedőknek, kriptofólió hungry. És akkor nézzük is, hát egyszer úgy felidegesítettek ezzel, de a Bitcoin egész jól tartja magát ahhoz képest, hogy a hagyományos tőzs, de az már megint a padlón van, összeszakadt itt, hogy már össze-vissza mondogatják az inflációs dolgokat. Csak nem hazudták azt, hogy kisebb lett az infláció, úgyhogy most az egész tőzs, de padlót fogott, kivéve a Bitcoin, mert az tök jól tartja magát, legalább ennyi. Úgyhogy azt hittem, hogy az is most elkezd szakadgatni. Ugye van egyetlen dolog, ami vél az inflációról, de erre fel a hülye üzé kaszinó tojások a tőzsdén, azok eladják így is, úgy is. Őket nem érdekli a jövő. Azt mondja, hogy na jó, kezdjük az elejétől. Bevezetőnek. Aha, hogy fogja megváltoztatni a viselkedésünket, mondja az Apple vezérigazgatója Tim Cook, hogyha megfigyel, mindenhol meg leszünk figyelve, a technológiai cégek meg fognak mindenhol figyelni minket, akkor a társadalomra nagy mértékben hatással lesz. És mondja is, hogy mert olyanok vannak, hogy egyszer a Facebook is ugyebár 400 dollárokat, meg 600 dollárokat fizetett az embereknek már az utóbbi időben, mert hogy beperelték, mert az arcfelismerő programnak az adatait, emberi adatokat eladták illegálisan. És akkor a Google fotónak is hasonló pere volt, Gmail, meg Google Docs, meg ez az amaz. Ők is információkat tárolnak a telefonszámunkról, a hely adatainkról, GPS alapján, arról, hogy a weboldalakról, hogy miket nézünk. És akkor... Igen, volt itt még... Aha, és akkor mondják, hogy a Google Assistant, meg az Alexa is, azok is privát adatokat gyűjtenek, azt mondják, hogy ugyebár csak azért, hogy nekünk jobb reklámokat, meg stb.-ket tudjanak mondogatni. És akkor a végén az Apple, igen, ugye már az ő vezérigazgatójuk mondja a dolgokat, hogy a többi cég az hogy lopja az ember adatait, meg hogy adja el, meg hogy figyel meg mindenkit. És akkor mondják, hogy ők a legprivát centrikusan, hát hogy ők meg tisztelik az embereknek, nem akarják ellopni az adataikat. És még azért is bocsánatot kértek, hogy felfüggesztették az ember osztályozó programjukat az összes Siri eszközön. Tehát a Siri-n nem gyűjtenek adatokat rólunk. És ő azért optimista, hogy hosszú távon a technológiai cégek majd csak kifejlesztenek olyan módokat, amivel tiszteletben tartják majd az embereknek az adatait. Mert erre is ugyebár blokklánc lesz majd a legjobbot, privátban is lehet meg mindent tartani. Saját adatainkat nem tudják ellopni, mely egyébként hát Brave böngészőt töltsön mindenki. Itt a Brave böngésző, ezt kell letölteni, azt köszönjük szépen, ingyen pénzt is ad, meg mellette sokkal jobb, sokkal gyorsabb, nem eszi annyira a gépet, itt vagy mennyi blokkolt követés, a reklám alapból blokkolja a reklámokat, megtakarított sávszélesség, nem küldi el a Google-nek az összes adatunkat, hogy azok eladják helyettünk jó pénzért, úgyhogy Brave böngészőt kell tölteni. Jó. Haladjunk tovább, azt mondja, hogy jaj, közt Gyuri mondta ezt a sztorit is, hogy Magyarországon is elkezdik tesztelni a 4 napos munkahét bevezetését. Magyar Telekomnál tesztelik, most itt októberig, ha jól emlékszek, úgy írták. Tovább világgazdasági és kriptohírek, azt mondja, hogy Euronews-on mi minden volt. Jaj, bocsánatot kértem, úgy se beért a belga király Kongóban. A becslések szerint a belga fennhatóság kevesebb, mint 100 éve alatt megfeleződött Kongó lakossága. Csak 1885 és 1908 között több mint 10 millióan haltak meg. Fülöp 2 évvel ezelőtt már levélben bocsánatot kért a kegyetlenkedésekért. Most ezt ismételte meg szóban is. Ezt ismételte. 10 millió Kongóit megöltek, ugye van. Öltem ide alulra, hogy most arra már tudják, hogy hogy láncok és gyilkolás nélkül is egyszerű hitelbuborékokkal és folyamatos pénzrotással is működtethető a rabszolgatartás az egész világon. Úgyhogy már legalább nem gyilkolják az embereket, úgyhogy ezekkel a újkori dolgokkal tartanak minket sakba. Tovább élelmiszerválság, ez csak a kezdet, az ENSZ szerint, igen.
akkor tovább, hát ez a szép, hogy Angliában meg évente több száz tonna termést dobnak ki a brit termelők, mert hogy lusták lesz. Van törekvés arra, hogy idehozzuk a briteket, keményen próbálkoztunk, de egyszerűen nem jönnek. 4 éve állunk kapcsolatban a Maidstone-i munkaügyi központtal, de egyetlen ember sem jött ide. Úgyhogy hagyjuk ezt az egészet, mert egy kalap sóhajtást nem ér. Jó, hogyha ennyi, ugye már nem akarnak dolgozni, majd elkezdenek éhezni, akkor utána majd akarnak dolgozni a britek és a földeken is. Tovább 2035-től ugyebár tilos lesz az EU-ban a belső égésű új autókat értékesíteni, akár benzines, akár dízelmotor, tötörötörö. Jó, haladjunk tovább, CNBC-n mi minden volt. Na, ez fantasztikus, a GM meg a Lockheed Martin, a tankos cég ugyebár, hát ők mindent tesztelgetnek, most ilyen űrjáróra költenek majd ki tudja mennyi pénzeket, vagy marsjárót fognak majd fejleszteni a NASA-nak, meg kivinni, meg ilyenek. Hát a tankos cég gondolom, hogy milyen űrteknológia, ilyen olyan, mit lehet majd robbantásra használni itt ezen a bolygón is, hát ha valamit felfedeznek, olyasmit az űrkutatásba. Aj, na minden, ez is föltem, hogy ilyenekre költik a pénzt, mikor itt vagyunk az éhezésnek a szélén, ezt ezek meg küldik a Marsra, mi milliárd dollárokért, vagy akárhogy is billióért, vagy trillióért, bármit mondhatnék itt ezeket a hülyeségeket. Tovább, jó, és akkor legalább akkor ilyenre fordítanák. Tegnap Obi-Wan Kenobi-ba a ezek, elsőben 4. rész 12-15, mindjárt megkeresem, hát legalább ezt csinálnak, ezt én már 1000 éve, a fenébe már másodpercben annyira nem szereti az egeret, hogy akkor most indíthatom újra, pont a végén volt rossz irányba tekertem el, de egyik se, ez egy VLC player, akkor más miatt nem jó, úgyhogy nincs 100-as normális videó lejátszó. Ja, 12-15, igen, itt lesz. Na jó. Hogy én meg ezt, hát ezen is már évek óta gondolkozok, hogy mi a jó istenek nem csinálnak mérnöki kopoltyút. Hát most, úgyhogy itt látjuk is, itt már jobb van Kenobi, tessék. Úszik a víz alatt, ez lélegzik. Ennyi, ott van a száján a cumó, azt átalakítja a vízbe lévő oxigént, belélegező oxigénné, mint amit a halak csinálják. Hát nem is értem, hogy mi a jó isten, én nem ilyenekre költik a pénzeket, menjünk a Marsra, atya úristen. Hát csináljanak már, hát most nanoszinteken tudunk már gyártani, meg összeszerelni, meg ilyenek. Hát modellezik már le, hogy néz ki egy halnak kopoltyú, ezt csinálják meg a mérnökök, hogy lehessen ilyen. Hát ez 1000 éve olyan egyszerű lenne szerintem, hogy lehetne lélegezni a vízbe, azt csá, akkor fedezzék fel az óceán. Ne a Marsra küldjenek mindenféléket, úgyhogy egyszer, a másik, itt ez tök jó mondja, John Kerry azt mondja, hogy a tiszta energia átalakulás a legnagyobb piac, amit a világon valaha is láttunk, nem létezik ekkora piac, mint a tiszta energiára való, ingyen energiára való átállás. És akkor az USA ugyebár ő is leszarja azt az egészet, a többi ország sokkal komolyabban veszi. És... igen, és mondja, egyedül a status quo tartja vissza őket, hogy azért nem tudnak ingyen energiával fektetni, hát mert nem szeretik ezt a nagyok, a csilliárdosok, hát akkor nem lehet rabszolgarendszert fenntartani, hogy tartják fel rabszolgaságot, hogyha ingyen van az energia. És akkor jaj, nagyon jó, ez is közt az Stewie küldte, az Éterről, vagy Magyarúsi Csabától, hogy tényleg megcsináljuk a napot a Földön, végtelen és tiszta energia, fúziós erőműről elutazott Magyarúsi Csaba, itt Franciaországba forgattak, és akkor jaj, rengeteg részt kijelöltem benne, de nem fogom itt bemutatgatni, talán menjünk a legvégére, mert akkor megint ezzel is elmenne, vagy 5 perc, vagy stb. Úgyhogy nézze meg mindenki magának, ez nagyon érdekes, akit érdekel az ingyen energia, hogy működik. És akkor mi volt a végén az utolsó, amit felírtam? 32-22. Jó, nagyjából innen. Egészen új szintre emeli a lehetőségeinket. Úgyhogy remélem, hogy ti is élveztétek, és remélem, hogy valamilyen sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket a technológia iránt, ami egyébként, hogy értsük, hogy mennyibe kerül. Szóval Európai Uniós állampolgáronként naponta körülbelül ilyen 15 forintba? Várjál, 600 forint? Ja, nem, másfél forintunkba. Naponta másfél forintunkba kerül az, hogy ez most itt épül mögöttünk, és hogyha valamennyivel többet tudnánk erre szállni, mondjuk naponta 5-6 forintot, akkor valószínűleg sokkal előbb lenne teljesen tiszta energiaforrásunk, mint azt valaha reméltük volna. Jó, úgyhogy legyen ennyi belőle, tehát ugyebár kb. Egy vödör vízből egész Magyarország elmehetne egy évig, meg ilyesmi, csak nagyságrendileg mondtam valami számokat. De hát ugye már rühellik, gyűrölik, mert hát ez ingyen van, azzal nem lehet a rabszolgarendszert fenntartani.
Nézzük tovább. Na, Magyarország azt mondja, hogy lehetetlen, hogy Európa betiltsa az orosz gázt egy jó ideig. Putyin is ezzel egyetért, hogy jaj, de jó. Szígyártóval, mondja Putyin is, hogy több évig nem fogunk tudni megszabadulni a fölösleges olajától, meg gázától, mert hát, hogy bár múltkor mutattam, hogy mennyire nincs képbe az ember, fogalma nincs itt a gazdának arról, hogy itt a lábunk alatt tömérnek ingyen energia van, csak hát akkor nem lehet Putyinnal mutyizni, meg zsebbe rakni a pénzeket. Tovább, és akkor ahogy a gázolaj egyre inkább 400 forint fölé megy, minél jobban 400 forint fölé megy az USA-ban, annál nagyobb a veszélye a válságnak. Tovább, jó, itt valami covidos hülyeség, peculiar ways, micsoda? Ja, jó, hogy na most már van, jönnek vissza a... Hát most már kezdik regisztrálni, kezdik lejelenteni a rendes, normális betegségeket is, hogy a COVID már, COVID-dal már nem lehet ijeszgetni, most mondják, hogy jön vissza az influenza, meg ilyenek, hogy júj. Jó. És akkor Szent Rakönmüller azt mondja, hogy medve piac sokféleképpen mehet lefelé, és a válság is benne van a pakliba, igen. Ennek még tegnap esti sztorik, Szantóri mondta még itt mielőtt kijöttek az inflációs adatok, hogy a piac döntésképtelen, és akkor mindenki a mai inflációs adatokra várt. És akkor jó, ahhoz, hogy levigyék az inflációt, ahhoz idő kell, meg türelem. Ja, itt is olyan jókat láttam, lehet, hogy ezt kicsit felolvasom, de annyira úgy felidegesített, hogy már megint össze-vissza hazudoznak, vagy ha hazudnak már múlt hónapban kisebb inflációt hazudtak, akkor most még nem hazudnak még kisebb inflációt, úgyhogy jó, egy tiszta förtelem, de minden, mert legalább Bitcoin jól tartja magát a Wall Street-i kaszinó tojásokhoz képest. Azt mondja, hogy itt a fix árak, mondom, ez csak tiszta érdekes volt. Növény alapú selyemtej, a jövő teje kb. Ez tehát nem is rendesen növény alapú. Ezek is fix árosok a USA-ban, meg a kókusztej. Kókusztej, meg hát ahova költözni kell majd ugyebár a tankozás előtt, Ausztráliától jobbra, ott a csendes óceánon, ott vannak kis szigetek, ahol azért 22 fok, meg 32 fok, leghidegebben is 22 van mindig, semmi nem kell, csak egy strandpapucs, azt azért végtelenség nőnek ott a kókuszok. Jó, kókusztét reggeltől estig lehet inni. Na, azt mondja, hogy tovább. David Einhorn azt mondja, hogy az USA központi bankja blöfföl, és semmilyen eszköze egyáltalán nem tudja megállítani az inflációt, ez lazán benne van a pakliban, eddig nagyon úgy tűnik, hogy nem akarják. Na majd most jövő hét szerdán jönnek azzal, hát annyira már csak nem lesznek hülyék, hogy felemelik 0,75%-ra a kamatlábat, hát azzal meg tudnák állítani az inflációt, meg ha normálisat lépnének, mint ahogy az oroszok, hogy 10%-kal vagy 15-tel felemelték a kamatlábat, akkor meg lehetne állítani az inflációt, de hát akkor bedől az összes, az egész világpiac, de mindegy, de már úgy, akkor már nem érdekel, tényleg már dőtsék be, csak minél hamarabb, mert úgyis az lesz, hogy a kis országok elkezdenek bitcoinbe menekülni, és akkor csak induljunk már el abba az irányba. Ne hagyják már a kaszinó tojásoknak, hogy össze-vissza játszadozzanak a bitcoinnal, mint valami hülyeséggel, amikor a világ legérdekesebb dolga. Azt mondja, hogy... Igen, a fogyasztó, igen, az infláció májusban az nagyon kemény lesz, az energia, étel, meg albérlet árak is nőttek. És akkor Oroszország lecsökkentette a kamatlábat a háborúja előtti szintekre, 9,5%-ra visszavitte most már. Jó, ez ennyi. Tovább a tőzsde. Tegnap este elkezdett már szakadni a Wall Street, mint az állat itt az inflációs adatok előtt, aztán délután megjött, hogy ott rohadjanak meg, ahol vannak. 8,6%-ot hazudnak most az inflációnak, ugye már tudjuk, hogy 30% ez a 8,6, és csak egy nagy büdös hazugság az egész. Pár tized százalékokkal jobbra-balra mocorgatják, össze-vissza ráncigálják a Wall Street-et. Jó, úgyhogy ilyen szemétláda lett, de ahhoz képest a Bitcoin tényleg egész jól tartja magát. Jó, 8,6%, 1981 óta nem volt ekkora az infláció az USA-ban, blablabla, bla, szokásos 40 éve nem volt ilyen, igen. És akkor így akkor már nem igazán valószínű, az USA központi bankja le fog állni a kamatláb emelését, eddig sem volt róla szó, hogy leállnának, meg mire állnának le. Csak nehogy még jobban felnöveljék, mert ha szerdán még ráhúznak a 0,5 helyett egy 0,75-et, hát ezek a Wall Street-iek, ezek még tovább fogják eladni minden hülyeségüket. Bár remélem, akkor most már tényleg tartani fog a Bitcoin, a fene tudja, meglátjuk majd jövő héten, mert most egész jól tart a Wall Street-hez képest. Ellerian is azt mondja, hogy az USA központi bankjának sokkal agresszívabban kéne lépnie, ha meg akarná állítani az inflációt, hát ezt hónapok óta mondom, hogy csak piszkálgatják az inflációt ezzel a félszázalékos kamatlábemeléssel, semmit nem ér.
Csak annyit, hogy a hagyományos tőzsdét le, szépen lassan tolják lefelé vele. De attól ugyanúgy nő az ára mindennek a boltba. Tovább, szia, jöttek aki videók, milyen videók jöttek tegnap óta, egyszer, igen, kamatot fogadni lehet majd stékelni a Binance-nél is, kriptókat, erről már volt külön cikk a napokban. Jó, itt ilyen vegyes mindenféle, Bitcoin kicsit csökkent, az Ethereum-nak a merge által majd befektetés alapúra egyszer valamikor talán évvégéig esetleg lehet. És akkor a Grayscale-nek a vezérigazgatója akarják, aha, vezérigazgatója mondja, hogy a befektetőknek tudniuk kell, hogy a Bitcoin mikor fog már különválni a Nasdaq-tól. Hát arra én is rohadtul kíváncsi lennék. Hát remélem, hogy mával, de hát ilyen hülyeséget nem lehet kijelenteni, ezt túl elkapkodott, hogy mával helyreáll annyi, hogy már tényleg nem szokott akkor át a Bitcoin, mint a hagyományos tőzs, de előbb-utóbb, de hát ez lehet, hogy még évekbe fog telni, addig még játszani fognak a kaszinó tojások. Ugyebár itt lesz majd a vége, hogy kinek lesz több pénze hát majd meg kell, amikor a kisebb országok, rengeteg kis ország megy csődbe, veszik ezerre majd a bitcoint, és akkor a világ nagy kapitalista szemétládáinak a plafonon, meddig bírják elfolytani, meg a víz alá nyomni a fejét a kis országoknak, akik veszik agyba főbe a bitcoint, meddig tudják majd manipulálni, hogy lentartsák az árát, de hát ezt nem lehet a végtelenség. Előbb-utóbb elfogy a végtelen csilliárdosoknak is a pénze. Jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy hírek közt, mai nap fő híre. Ja, ez a Daus, mielőtt elkezdtem ez a híradót, na mindegy. A híradót még azelőtt jött, az már fú, nem volt erőm rá, már úgy felidegesített ez a 8,6%-os marhaság, hogy csak na. Na de nézzük, mai nap fő híre az ez lesz. Sőt, ezt inkább így. Vagy még így is lehet. Ja. Ja, jó. És akkor röviden, tömören a tudás hatalom, Jack Dorsey és Jay-Z Bitcoin Akadémiát indítanak. Brooklynban, és akkor, igen, azt mondja, hogy amúgy Jay-Z meg Jack Dorsey már együtt dolgoznak máson is, mert Jack Dorsey is befektetett nagy tételbe a Tidalba, vagy Tidalbe, tök mindegy, hogy mondjuk, egy zene megosztó platformba, amit meg Jay-Z-ék fejlesztettek ki. Oké, és akkor a Macy House, vagy a Macy Project az egy hát ilyen szegényeknek épített lakás komplexumba található Brooklynba, ez Jay-Z építette a szegényeknek, New Yorkba, és akkor, mert hogy ő is itt élt a Macy Avenue-n, a Macy úton, vagy Sugar úton, amikor gyerek volt, és mondja is Dorsey, hogy a Bitcoin egy nagyon kritikus eszköz, az afrikaiak és a közép és délem, rengeteg afrikai és közép és dél-amerikai ember számára is, és úgy hisszük, hogy ugyanez a potenciál az USA-ban is elérhető, vannak olyan közösségek, ott is szegényebb közösségek, akiknek nagyon csak jó, igen csak jót fog tenni a Bitcoin, és a céljuk az, hogy bebizonyítsák, hogy igen, az embereknek segítsenek, hogy hogy tudjanak függetlenebbé válni a fosztogató rablógyilkosoktól, hogy független lehessen mindenki. És akkor mondják is, hogy az oktatás az, ahol elkezdjük. Ez nem csak a bitcoinról szól, ez a hosszú távú gondolkodásról, a helyi gazdaságokról és a magabiztosságról szól. Teljesen ingyenes kurzusokat, tréningeket fogunk tartani a marci lakosoknak, beleértve a gyerekeket is, és hogy még könnyebbé tegyük, még eszközöket is fogunk neki, eszközökkel is fogunk neki segíteni, amire csak szükségük van, tehát a számítógépet, vagy okostelefont, akármit, majd adogatnak nekik, ha más nem, akkor csak tesztelése, hogy legalább tudják tesztelni, hogy működnek itt a jövőnek a pénzügyi rendszerei. És akkor mondja Jay-Z is, hogy ilyen Jack Dorsey, a Bitcoin Akadémia, itt a Marcinál egy olyan helyen, ami nekem nagyon sokat tanított, és remélhetőleg a sok közül ez lesz az első, ahol ilyen Bitcoin Akadémiát létrehoznak, és mondja is, hogy egy egyszerű céljuk van, hogy az emberek kezébe olyan eszközöket adjanak, amivel fel tudják építeni a saját függetlenségüket, és a közösség, aztán pedig a körülöttük lévő közösséget is függetlenné tudják tenni itt a fosztogató rablógyilkosoktól, amit kormányoknak hívnak világszinten. Azt mondja, hogy tovább a meg központi rendszereknek. A Blokklánc cég az Edge elindította a privát kripto bankkártyáját, a Mastercarddal álltak össze,
És itt nem kell semmi adatot megadni hozzá, nincs tranzakciós dísz rajta. Az Edge weboldalán azt mondják, hogy se nevet, se címet nem kell hozzákötni a kártyához. Minden privát, nyugodtan, akinek fontos a privátság, az ilyen kártyát igényeljen. És lehet rajta a Bitcoin, Dogecoin, Dash, Litecoin, meg Bitcoin Cash-t is azonnal küldeni, ingyen, semmilyen személyes adatot nem kell megadni hozzá. Nem csak, hogy privát, de még a pénzügyi törvényeknek is megfelel, mondom, ez hogy lehet, hogy a titkos tranzakciók meg semmi adat nem kell hozzá, meg ilyenek, és mégis megfelel a törvényeknek. Weboldalon azt mondják, hogy igen, privátságot is biztosítanak, miközben megfelelnek minden egyes törvénynek, ilyen-olyan szempontból, bankkártya kiadás szempontból, törvényi szempontból, helyi, központi, nemzetközi törvények szempontjából mindennek megfelelnek. A fizikai kártyát, kézzelfogható bankkártyát is lehet igényelni $20, és a kártyát bárhol elfogadják, ahol a Mastercardokat is elfogadják, és itt van szerintem ez a lényeg az egésznek, hogy ezért hagyják, hogy törvényesen mehessen, mert napi maximum $1000 lehet, a pénzmozgás lehet rajta, tehát ilyen 350 000, 380 ezer forint. Ilyesmi napi pénzmozgás, úgy látszik, erre nem vonatkoznak olyan komoly szabályok, hogy azt akár még ezért úgyis lehet, hogy arról azt senkinek nem jelentik le. És akkor... Igen, a BitPay-jel álltak ők is össze, azon keresztül csinálják a papírpénz kriptováltást. Tovább a Mercado Libre aláírt egy szerződést a Mastercard-dal szintén, hogy biztosítsák Brazíliába a kriptoökoszisztémát. A Mercado Libre az egyik legnagyobb elektronikus kereskedelmi cég a Latin-Amerikában. És a cég bevezette a kriptokereskedelmet a saját fizetési rendszerén keresztül, a Mercado Pagón, ezt úgy hívják, ami a Mastercard-nak a technológiáját fogja használni arra, hogy lekövessék a tranzakciókat a kereskedelmi szolgáltásaik közben, és megelőzzék a pénzmosást, meg más bűntényeket, és a Mastercard technológiája pedig abból jön, hogy felvásárolták a CipherTrace nevű blokklánc auditáló céget, és velük fejlesztették ki ezt az új technológiát. És akkor a Microsoftnak, vagy mit, Microsoftnak, a Mastercardnak a kiber és informatikai igazgatója, Ajay Bhalla azt mondja, hogy igen, a potenciál, ami a kriptókban rejlik, az meg fogja változtatni a mindennapi, nagyon nagy mértékben meg fogja változtatni a mindennapi életünket, de minden egyes lépésnek, ami itt történik, annak védetnek kell lenni, meg figyelni kell, meg ja, követni kell. Oké. Tovább, na, a Solana kicsit felült a dél-koreai kormány támogatásra, mert hogy a Solana-nak kockázati befektetési ága 100 milliós befektetési alapot indított el a dél-koreai Web3-as projektekkel kapcsolatban. Kifejezetten NFT-kbe, DeFi-ba és GameFi-ba fognak fektetni, mivel NFT-k arra épül majd a játékban is azok lesznek a tokenek, meg minden azok lesznek az értékek, meg decentralizált pénzügyek. Tehát ez mindez, amit ugyebár mondtam, már egy hete vagy két hete mondja Dél-Korea, hogy ők nyomják bele, ők, hogy 300 millió dollárt, vagy mennyit fektetett maga a kormány bele Dél-Koreába, hogy támogassák ezeket a cégeket, mert hát a metaverzumok ilyen jövő. És akkor így azért felült erre a hullámra a Solana, jön ő is oda, hogy ő is támogatja még 100 millióval, mert mellette úgy csak a kormány is támogatja a jókat, majd csak kiválogatják, és akkor a Solana is becsatlakozik, azt akkor együtt. Kormánynak is jó lesz, Solanának is jó lesz, mindenki a jó cégeket majd szépen felépítik itt Dél-Koreába, aztán hozza nekik a pénzeket ezerrel. És akkor a Solanának ilyen a befektetési ága, a Solana Ventures, a Solana Labs-nak a befektetési ága azt magyarázza, hogy az NFT-k nagyon népszerűek Dél-Koreában, és a játék szektor ugyebár, és Dél-Korea játékiparának nagyon nagy része már elindult a Web3 irányába. És akkor Gov, aha, ezt már elmondtam, jó, azt nem írták külön a cikkbe, ezt olvastam, mondom, hol lesz már, hogy a kormány is befektetett 300 millió Dél-Koreába, az, hogy felült rá a Solana, meglovagolja azt a hullámot, ha már a kormány is tolja, de az nem volt benne, úgyhogy magamnak mindegy külön felírtam, elmondtam ezt is, tovább Jim Cramer azt mondja, hát ez már volt itt a hírek közt, vagy nem így külön a hírbe, hanem a CNBC-ről már hoztam, kripto befektetéssel kapcsolatos tanácsai, azt mondja, hogy egy színes portfóliónak, egy változatos portfóliónak mindenképp részét kell, hogy képezzék a kriptók, hangsúlyozva, hogy
a saját szavaival mondja, hogy nem mondhatom nektek, hogy ne vegyetek kriptót, nekem is van kriptóm, nekem egy Ethereumom van. És akkor azt mondja, hogy hát ő nem tiszteli egyáltalán a kriptoteret, meg ő nem látja, hogy ez a szegényeknek segít, meg a jövőnek, meg a világ végét hozzá el a bitcoin, az őt nem érdekli. Ő azt mondja, hogy ez egy spekulatív, ez csak össze egy spekuláció az egész, szerintem semmi értelme nincs, de azt mondja, hogy be lehet fektetni spekulatív dolgokba is, csak nem kell ahhoz hasonlítani, mintha a Procter & Gamble, vagy Coca-Cola, vagy Apple, ha ilyen világ, nagy világ cégeihez nem kell hasonlítani. Hát ez még annál is komolyabb amúgy. Jó. És akkor azt mondja, hogy sohasem bátorítanak senkit attól, hogy kriptóba fektessen, mert rengeteg rengeteg vagyonos ember lett már abból, hogy kriptóba fektetett. És igen, és ő is szeretné, hogyha mi lennénk azok, hogy nyugodtan fektessen bárki kriptóban, mert ezzel nagyon jó pénzeket lehet keresni, csak ő nem tiszteli egyáltalán hosszú távon. Ő vesz, amikor olcsó, aztán eladja, amikor drága. Hát most nekünk is kell figyelni, csak haladnánk már jobban felfelé. Na jó, vissza azt mondja, hogy csináltam én kezdőképi, csináltam, jó, megvan, oké. Jó, tovább, jó, az amerikaiaknál valami adótörvénye, $600 fölött mindent le kell jelenteni, hát elég fura, tök mindegy, ez ránk nem vonatkozik, úgyhogy csak így címszavakba. Mielőtt még bejelentették a nagy amerikai megmentő csomagot, azelőtt még elég volt a NAV-nak lejelenteni a $20,000 fölötti pénzeket, vagy pénzmozgásokat, és csak 200 vagy annál több tranzakciót kellett lejelenteni a fölöttieket. Most meg már azt akarják, hogy minden tranzakciót jelentsenek le, és nem csak a $20,000 fölöttieket, hanem még a $600 fölöttieket is. Jó, és akkor mondja itt egy ember, ez csak felfájás lesz, mert itt írja, hogyha a barátom mondjuk adtam kölcsön valakinek pénzt, mondjuk $1,000, és visszaad $1,000, ami több mint $600, akkor még azután is adózzak. Ilyen hülyeségek jönnek ki ebből az egészből, már megint túltolja itt a NAVA dolgokat. Jó, nézzük tovább. A Deloitte közvélemény kiutatása azt mutatja, hogy a kereskedőknek a 85%-a azok számára nagyon fontos, hogy bevezessék a kriptofizetéseket. Csak azért jelöltem ezt szürkével ki, mert hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cég a Deloitte, és akkor kiadta a jelentését szerdán, csak hogy a felmérést az 2021. december 3. meg december 16 között csinálták. Egy fél éve csinálták a felmérést. Ez is, ezt sem értem, hogy mi a jó Istenért most adták ki, eddig vissza kellett ezt tartani, vagy hogy. Hát most már jó, hát most is, hogy valószínűleg látjuk, hogy rengeteg cégnél engedélyezik a kriptofizetést, meg haladnak abba az irányba. De hát ez már fél éve egy cikk, hát ez jó, hát az olyan ideje itt múlt, hát ez már kihalt. Hát a kriptotérben naponta, hetente vannak új hírek, fél éves hírt lehozni. Na mindegy, ezzel a fél évvel ezelőtti kimutatásban az volt, hogy a megkérdezett kereskedők 85%-a azt mondta, hogy irgalmatlanul el fog terjedni a kriptofizetés világszinten az elkövetkezendő 5 évben. És a két harmaduk azt mondta, hogy ők is terveznek az elkövetkezendő 2 évben, hogy náluk is lehessen kriptóval fizetni, vagy stabil kriptóval. Én, hát az is kriptó, jó, és akkor azért is találtam ki úgy a nevét, hogy legyen hasonló, a kriptó az kb. Minden magával fog, coinokat, tokeneket, tötretre. És akkor a 87%-a válaszadóknak bele egyet értett azzal, hogy azok a szervezetek, azok a cégek, kereskedők, akik elfogadják a kriptókat is, azok nagyon nagy előnybe vannak, versenyhelyzeti előnybe a teljes piacon. Jó, tovább az USA tőzsdefelügyelete, és elkezdi kivizsgálni Teralunát, meg Dokont, meg minden egyébet, az egésznek az összeomlását, és akkor a dél-koreai kormány is ugyebár elkezdte kivizsgálni ezt. Jó, és akkor Bélánál mi volt? George híre, jó félelemindex padlón, megyünk felfelé, ez még azt mutatja. Azt mondja, hogy a CFTC Alapanyagkereskedelmi Szövetség nagyon örül, hogy az új kétpárti kriptotörvény javaslatban őket akarják megtenni, hogy ők szabályozzák már a kriptopiacot, meg a kriptóknak a nagy része az legyen már alapanyagként besorolva, hogy történjen is már valami, ne csak az USA tőzsdefelügyeleténél biztosítékként, mert hát azok semmit nem csinálnak, Gary Gensler. Jó, itt valamit azt hasonlítják, hogy ja, DXY, oké, hogy a dollár árfolyama az, hogy fog változni, mert hogy fog most megint visszaesni, oké, többi valutához képest. Na, itt megint egy diagram, hogy kéne, hogy felpattanjunk. Akkor itt jó, ezt szerint is fel kell, hogy pattanjunk, itt is az alján vagyunk.
Ez mit mutat? Hát ez még nagyon a jövőben, meg nagyon, hát itt még itt járunk 2022-ben, hogy mennyi, hány százalék a világ lakosságának mennyi használja a bitcoint. Mivel van ez, hát szerintem internettel vagy ilyesvel lehet összehasonlítva, az lehet a zöld vonal. De hát jelenleg még csak itt tartunk, ugye már nagyon az elején, az úgy meg fog indulni, mint az állat a következő években. És akkor következő a V-Chain lesz az első, jaj, UFC, a ketrec harcosokkal összeállt a V-Chain is, ők lesznek az első layer, van első szintű blokklánc, aki összeállt a ketrec harc szövetséggel az USA-ban. Tovább, jó, Szőlő rendőrség is vizsgálódik Terra Lunával kapcsolatban. És akkor, aha, itt még találtak egy ilyet Bélának, hogy Dók van 80 millió dollárt kivett, de egy hónappal, hol van a hónap? Ja, egy hónappal a terrorlunál összeomlás előtt. Hát még hogyha egy nappal vagy ilyesmi, az még gyanús lenne, de egy hónappal ezelőtt az annyira nem, meg akkor lehet, hogy abból befizette azt az adót, ami 80 millióval tartozott, pont ez gyanítja Béla is. Ja, és még egy jó a terrorlunánál, a Luncét, a régi terrorlunát, ott masszívan akarnak égetni belőle, mert ugye mert annyit létrehoztak, úgy elszállt az egész, hogy összeomlott az egész, hogy végtelen sok területre van idézőjelvek, vagy luncé, és akkor ezért abból most rengeteget akarnak égetni, 83% támogatja, és így is van, égessék csak el a nagyját, hagyni üljön valamire, mert megint vagy még mindig vagy 3 vagy 4 nulla van az egész előtt, úgyhogy semmit nem ér a luncé. És akkor mi volt még itt? Ja, jó, ezt mondtam az előbb. Oké. Úgyhogy Bélánál ennyi volt, na jó, a hírekben meg ennyi volt mára, haladjunk, nézzük a piaci áttekintést, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ma torog itt a Bitcoin, 29 felett tartja, jönne vissza 30 felé, Nasdaq szakad-e, úgyhogy mindjárt folyt köv a piaci áttekintéssel, addig is, sziasztok!